Köszöntöm a nézőket, ez itt a Napszemle, nézzük a fontosabb témákat. A Medgyes, Csíszér, Magasbükdülők egy részében, illetve a Tatárszállás dűlőben folytatódik a tulajdonjogok rendezése. A lovaspályán lesz a gyülekezési pont, ezen kívül 6 helyszínen világítják meg a székely határt. Komoly zenei koncerteket kínál idén is bérletrendszerben a művelődési központ. Ezen a hétvégén ismét a kékfehérek ellen lép végre hazai pályán a Gyergyószentmiklósi progim. Ismét fórumot szervezett a polgármesteri hivatal és a Topo Service Kft. Ezúttal a Medgyes, Csíszér, Magasbükdülők egy részében, illetve a Tatárszállás dűlőben területekkel rendelkezők számára. Újabb fórumot szervezett az önkormányzat a területtulajdonosokkal a nagyszabású projekt keretében, amellyel a városhoz tartozó külterületek tulajdonviszonyait fogják rendezni. Összesen 22 ezer hektár külterület helyzetét tisztázzák, ebből 13 ezret még az idén szeretnének rendezni. Az elmúlt 25 év egyik talán legfontosabb programja, hiszen egy olyan célkitűzést tűzött ki, amely mindannyiunk, az egész város magántulajdonosait érinti, hiszen azt szeretnénk ennek a programnak a kapcsán rendezni, amely az elmúlt 25 évben nem volt lehetséges, és éppen ezt a problémát felismerő önkormányzatunk, úgy, ahogy ezt már korábban is említettük, nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a rendezetlen területviszonyokat minél hamarabb megfelelő mederbe terelje. Éppen ezért évente nagy mennyiségű pénzeket rendelünk ennek, abból a célból, hogy önkormányzati támogatással a lakók mindannyian, minden egyes tulajdonos, telekönnyi tulajdonnal rendelkező dokumentációt kapjon készhez. Erre a programra 2017 második felében szeretnénk pontot tenni. Addig beszeretnénk fejezni a több mint 21 ezer hektáron folyó felméréseket és beazonosításokat, és hogy hát miért fontos, hát azért nagyon fontos számunkra, hogy a tulajdonosok jelen legyenek, mert hogy nélkülük nem tudjuk a saját tulajdonukat rendezni. Éppen ezért partnerként tekintünk rájuk ebben a projektben, és szeretném azt is hangsúlyozni, hogy úgy, ahogy ezt az előbb is említettem, hogy nélkülük nem tudunk előre haladni, és mi ahhoz, hogy azt az ambiciózus tervet, amit kitűztünk, hogy 2017-ig ezt a problémát megoldjuk, csak akkor fogjuk tudni megtenni, hogyha jelentkeznek azok a tulajdonosok abban a dűlőben, amikor éppen mérések folynak. Ez idáig több mint 4000 hektár felmérése történt meg az idén, és az elkövetkezőkben még 1900 hektár felmérését tervezzük kivitelezni. A lakosság együttműködése kiemelten fontos a folyamat minden mozzanatánál, csak így várható, hogy pontos, mindenki számára megfelelő eredménnyel záruljon a parcellázás. Úgy gondolom, hogy leginkább az ők szempontjukból fontos, hogy jelen legyenek, hiszen az ők hiányukban kimért területek utólag már nagyon nehezen módosíthatóak, utólag nagyon nehezen fellebbezhetőek is, hiszen minden elvégzett felmérés után kifüggesztjük azt a nagy nyilvánosság számára megtekintésre, és abból a célból, hogy mindenki tudja leellenőrizni azokat a beazonosított területeket, amivel rendelkezik, és amennyiben a kifüggesztés alatt és a meghirdetés alatt nem jelennek meg a tulajdonosok, akkor nélkülük kerülnek telekönyvezésre ezek a területek, és majd a telekönyveztetés után már nagyon nehéz ezeket módosítani. A fórumon részletesen ismertették a procedúrát, amely végén az érintettek telekkönyvi tulajdonosai lesznek a területeiknek. Ez tartalmaz kettő darab intravilát, tehát kettő darab elsőségért. Az egyik a kisebbik a gyilkostolnában, illetve a nagyobb belső területek belsőségek, azok itt vannak a város körül. Ha ezeknek a belsőségeknek a nagyságát megmérjük és kivonjuk az összterületünkből, akkor kapunk 24.523 hektár, meg a földtörő tárgyát képező területet. Nyilván, hogy ez egy 1990-es adat, tehát ahhoz kell viszonyítsuk, de akkor, amikor látott a régi kollektív, ugye a régi cserpén, a Fürdőző Bizottságnak, akkor 24.523 hektár területet adott. Erről szól ez a projekt, erről szól az, hogy szeretném a polgármesteri hivatal, hogyha mind 24.523 hektár terület zárt parcellázási térképpel lenne megtetszett. Ez a terület mennyiség fel van osztva 124 darab hűlőre, illetve a 124 hűlő a gyilkosvonal található. Gyakorlatilag ezeknek a meghirdetése történik egyenként.
És még mondanék, nem szeretném semmit fenntartani, sem túlzott adatmennyiséggel idézőjelben bombázni önöket, de azt el szeretném mondani, hogy ebből a területmennyiségből 8613 hektár az, ami nem a főben jelen pillanatban tulajdonjuk papírral. A fórumon kérdőívekkel gyűjtöttek adatokat a parcellák tulajdonosairól, a területek méretéről, a szomszédokról. Akik nem tudtak részt venni a fórumon, de az említett dűlőkben földjük van, azokat arra kérik, mi hamarabb töltsék ki a kérdőívet a városházán. A helyszíni mérések is kezdődnek. Hétfőn 9 órára a tatárszállás dűlőben érintetteket várják a Schlager-Center parkolójában a szakcég képviselői. Fontos a jelenlét itt is, a tulajdonosoknak az igazoló iratokat is magukkal kell vinniük a mérésre. Márciustól minden hazai elektromos energiaszolgáltatónak az Országos Energia Árszabályozó Hatóság által kidolgozott egységes villanyszámlát kell kibocsátania, amely jóval egyszerűbb formában a jelenlegi számláknál érthetőbben fogja a fogyasztással kapcsolatos információkat tartalmazni. Ezen a fogyasztás mellett csupán az energia ára, a szolgáltató neve, a teljes fizetendő összeg, illetve az ügyfélszolgálati telefonszámok szerepelhetnek. A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére október 24-én őrtüzekkel világítják ki Székelyföld határait. A szervezők közösségi élményt kívánnak nyújtani a székelyeknek. A székelyek nagy meneteléséhez hasonló összefogással készül október 24-én szombaton este a Székely Nemzeti Tanács Székelyföld határainak kivilágítására. Az esemény részleteit csíkszeredai sajtótájékoztatójukon ismertették a szervezők. Elsősorban az első célja az, hogy tudatosítsa Székely magyarjainkban, mindazokban a tízezekben, százezrekben, akiket elvárunk ezen rendezvény színhelyein, hogy Székelyföldnek nem azok a határai, melyet egy Bukarestből a központból próbálná meghatározni. Székelyföldnek igazi határai a történelmi határok. A program első része minden településen egységes, fél hatkor ökumenikus istentiszteletet tartanak, amit a himnuszok eléneklése majd az esemény kiáltványának a felolvasása követ. Az őrtüzeket 3/4 hétkor gyújtják meg, az SNT kezdeményezését az erdélyi magyar politikai alakulatok is támogatják. Mi mindenféleképpen fontosnak tartjuk, úgy ahogy a székelyek nagy menetelése mellé álltunk, most is mellé állunk, hiszen amik nemzeti ügyek, azok nem párti érdekek. Ez egy nemzeti ügy, mi mindenféle megszorítás, megkötés nélkül állunk ezek mellé, és nagyon örvendek, hogy gyakorlatilag az összes párt és magyar érdekvédelmi szervezet ugyan ezen az állásponton van. A szervezők hangsúlyozzák, az őrtüzek fényét gépjárművek százai egészíthetik ki fényszórójukkal, úgyhogy a vízszintes fényt tükrök segítségével az ég felé irányítják. A tervek szerint a kivilágított határvonalról légifelvétel készül. Gyergyószéken 8 határtelepülés van, mind a 8 esetében sikerült megszervezni a határvilágítást. Gyergyószent Miklóson a lovaspályára várják az embereket, itt közös népdaléneklés is lesz. Világítanak még a Pricskén, a Szent Anna kápolnánál, a Pongrácz tetőn, valamint a Gyilkostó környéki hegyeken is. A lovaspályán 17:30-ra várják a résztvevőket, ez lesz a gyülekezési pont a városban. Itt a fúvós zenekar fellépése, Isten tisztelet és a kiáltvány felolvasása után kerül sor a tűzgyújtásra. Ezzel egy időben a kivilágítási pontokon is felgyúlnak a fények, mindenhol legalább 15 percig fognak világítani. A dolgok mai állása szerint a 8 határtelepülés mindegyikében lesz legalább egy kivilágítási pont. Ez a kivétel pedig pontosan Várhegy, egy nagyon rövid határszakasza van különben is, mindenhol máshol legalább 2 kivilágítási pont lesz, Szent Miklóson pedig most 6-nál tartunk. A találkozási pont ez a lovaspályán lesz, ahol, mint mindenki tudja, közel van a városhoz elérhető autóval, kerékpárral, motorkerékpárral, gyalog, parkolóhely van, tehát itt lesz a gyülekezési pont, az ökumenikus Isten tisztelet, illetve tűzgyűjtás, a tűz mellett pedig népdalénekléshez köszönet a Hóvirág Néptánc Együttesnek, illetve a Szárhegyi Cika Néptánc Együttesnek és zenekarnak. Ezen kívül kivilágítási pontok lesznek, mai tudomásom szerint, és ez megtörténhet, hogy szaporodni fog, mert érkeznek szerencsére, és ezt nagy örömmel mondom, érkeznek felajánlások. Tehát a pillanatnyi helyzet az, hogy kivilágítási pontok lesznek a Szent Anna kápolnánál, a Pricskén, a Pongrácz tetőn, két helyen a Gyilkostontól, tehát lenne az 1000 éves határon,
és azt hiszem, hogy elmondta minden Szent Miklósra ezzel. Szeretném külön megköszönni ebből az alkalomból a Hexán Sportegyesületnek, illetve a Blue Riders motoros klubnak, hogy ők is szerepet vállaltak ebben a munkában. Illetve azért nem Szent Miklós, de szeretném mindenképp elmondani azt, hogy nagyon pozitívan állnak hozzá azok, akiket megkeresünk, így az eredetileg problémásnak gondolt Gyergyó Várhegyen is lesz kivilágítás, köszönhető a Szárhegyi Bástya Sportegyesületnek és Gábor László polgármesternek. Aki a kivilágítási pontok valamelyikén szeretne részese lenni az eseménynek, annak javasolják, hogy vegye fel a kapcsolatot a pont felelősével. Az elérhetőségek az SNT honlapján megtalálhatók. A Székelyemzeti Tanácsnak a honlapján, a nyitó oldalon található egy reklám, arra kattintva el lehet jutni ahhoz az átfogó és egyre bővülő nyilvántartáshoz, hogy hol lesznek kivilágítási pontok. Itt minden egyes pontnál előbb-utóbb megjelenik egy felelős, aki annak a pontnak a felelőse és annak az elérhetősége. Ha valaki ezzel erre a pontra szeretne menni, akkor az illetőt keresse, ő fogja megmondani, mikor indulnak, honnan indulnak, mivel lehet megközelíteni az illető pontot, tehát megkap minden olyan információt, ami szükséges az, hogy el tudja dönteni, hogy el tud-e menni, el akar-e oda menni arra a kivilágítási pontra. Az SNT minden résztvevő autósnak tükröket biztosít, amivel a jármű fénye az ég felé irányítható. Ez a helyi szervezőknél igényelhető. A Gyergyó-Szentmiklósi demonstrációra hivatalos delegációt küld a magyarországi Legyen más a politika nevű párt, Takács Péter a párt nemzetpolitikai titkára, valamint az országos elnökség több tagja is eljön, hogy támogassa a kezdeményezést. Budafok Tétény önkormányzata arra kéri a magyar települési önkormányzatokat, hogy gyújtsanak őrtüzet a szolidaritás jeléül a székelyföldi autonómia támogatására szombaton délután. A székely zászlót szolidaritásból elsőként kitűző Budafok Tétény önkormányzatának szervezésében szombaton a kerületnek a Duna túlpartjáról is látható részén lobbannak fel a szolidaritás lángjai. Őrtüzekkel és fényszórókkal hívják fel közösen a figyelmet arra, hogy Székelyföld földrajzilag is létező, nem csupán virtuális egység. A szolidaritási kezdeményezés felhívás fővédnöke Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. Negyedik alkalommal hirdette meg komoly zenei bérletét a Gyergyó-Szentmiklósi Művelődési Központ. Az előző években nagy népszerűségnek örventek a komoly zenei események, és aki bérletet vásárol, az más kedvezményekre is számíthat a Művelődési Központ egyes rendezvényei. Biztosítsunk önmagunknak lehetőséget a klasszikus értékek bűveletében töltendő zeneélvezetekre, írja felhívásban a Művelődési Központ, arra buzdítva a városlakókat, hogy vásárolják meg a komoly zenei bérletet, és vegyenek részt a neves fellépők eseményein. A bérletrendszer és az árak nem változtak az előző évhez képest. Az árak nem változnak a tavalyhoz képest, 35 lejbe kerül az Ambrus Éva, 45 lejbe a Bálint Ákos bérlet. A jegyárak is a tavalyiak, 12 lej felnőtteknek, 10 lej diákoknak, nyugdíjasoknak. A bérleteket már meg lehet vásárolni a Művelődési Központ irodájában. November hónap folyamán Horváth Bálint szerzői estjére kerül sor, decemberben a Kódex régi zene együttes lép majd fel, de a jövőben a Gordon Trio, az Zénó Apostoláke és a barátai, valamint az Akadémik Klarinét Quintett fog fellépni. Jegyek és bérletek a Művelődési Központ irodájában vásárolhatóak munkanapokon 9 és 16 óra között. A bérletvásárlás előnyökkel is jár, hiszen a bérletesek más zenei eseményeken is kedvezményesen vehetnek részt. Akik bérletet vásároltak, úgymond nagyon sok kedvezményben részesültek más zenei eseményeken, vagy ingyen, vagy kedvezményesen tudtak jegyet vásárolni, úgyhogy ezért is megéri bérletet vásárolni. Az előző évadban sokan voltak kíváncsiak a komoly zenei koncertekre, 250 bérletet vásároltak meg. A Művelődési Központ idén is várja az érdeklődőket. Emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt indul bűnvádi eljárás Jun Iliescu volt államfő ellen a bányászjárás dossziéban, amelyet idén nyitott újra a főügyészség. A volt államfőt a bukaresti egyetemtéri tüntetés erőszakos elfojtásával is vádolják, amelyben 4 személy életét vesztette, és 3-an megsebesültek. Az ügy tárgyalása ma kezdődött.
A bányászjárás ügyben zajlott korábbi vizsgálatokat 2009-ben vádemelés nélkül lezárták. Az áldozatok panasza nyomán a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróság tavaly szeptemberben az atrocitások kivizsgálására és kártérítésre kötelezte az államot. 10-ből 7 romániai lakos nem vette igényben szakorvosi szolgáltatást a tavalyi évben. Legtöbb esetben az anyagi helyzetük miatt mellőzték az ilyen jellegű ellátást, derült ki az Országos Statisztikai Hivatal jelentéséből. A szakorvosi vizsgálatról legnagyobb arányban a nyugdíjasok mondanak le. Az elmúlt évben 26%-uknak nem volt lehetősége szakorvoshoz fordulni, annak ellenére, hogy szüksége lett volna rá. Nem tudom megengedni ma, hogy egy komolyabb beavatkozásról lenne szó, nagyon anyagilag nagyon rosszul állunk, kicsi nyugdíjam van. Családorvoshoz járok, az kiírja nekem a szokásos orvosságokat. Egyelőre szakorvoshoz még nem kellett menjek, úgyhogy... És tegyük fel, hogyha közben jönne valamilyen súlyos megbetegedés, akkor elmenne szakorvoshoz fordulnom? Hát elmennék, de a zsebem nem nagyon engedné meg. Nyugdíjas vagyok, nem lehet tudnom, mennyibe kerül. Ez a probléma a vidéki lakosság körében gyakoribb, mutatnak rá a statisztikai adatok. Emellett a híradónk által megkérdezett egészségügyi menedzser elmondta, hogy a magán és állami szektorban a szakorvosi ellátás között nem kis különbségek vannak. Az van, hogy jelen pillanatban azok az orvosok, akiknek elég sok betegük van a magánszektorban, eszük ágában sincs, hogy az államiban rendeljenek, mert hát hogyha megtehetik, hogy 3-4-5-10-szeres áron ugyanazt a munkát elvégezzék, miért ne csinálnak? Hát ez minden szakmára érvényes. Hozzátette, azok az orvosok, akik nem annyira ismertek, akik kezdők, akik frissen végzettek, általában az állami intézményekben rendelnek. Ennek következtében alakul ki az, hogyha valaki híres orvoshoz akar jutni, akkor mélyen be kell nyúlnia a zsebébe. Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulóján ünnepi megemlékezést szerveznek. Az eseményre október 23-án pénteken 17 órától kerül sor az 56-os emlékműnél a római katolikus temetőben. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak az eseményre. Ismét itthon és ismét a HSC ellen lép jégre a Progima hétvégén. Pénteken és szombaton kerül sor a korábbi időpontról elhalasztott mérkőzésekre. Ezen a hétvégén is folytatódnak a felnőtt román jégkorong bajnokság összecsapásai. A Progim ismét hazai pályán játszik, ezúttal az első fordulóból elhalasztott mérkőzéseket szervezik meg. A piros-fehérek ellenfele a HSC Csíkszereda lesz. A program a megszokottak szerint alakul, a Román Jégkorong Szövetség honlapján közzétett információk szerint pénteken és szombaton 17:30-kor kezdődnek a mérkőzések a Gyergyószentmiklósi műjégpályán. A házigazda ezúttal Csíkszereda kellene legyen, azonban a Vákár Lajos műjégpályán gyorskorcsolya bajnokságot szerveznek a napokban, így az foglalt. Ezen a mérkőzésen is fontos kérdés, hogy milyen csapattal állnak jégre a kékfehérek, hiszen a HSC a MOL ligában is szerepel ezen a hétvégén. Szombaton Budapesten, vasárnap pedig Dunaújvárosban vendégszerepel a csíki együttes. A brassói csapat egyébként nemrég bejelentette, a következő mérkőzéseken számukra nem a MOL liga jelenti a prioritást, mivel úgy vélik, ott nem tudnak rájátszásba jutni. Így a hazai bajnoki mérkőzéseken vetik be a legjobb játékosokat, a MOL ligában pedig a kettes csapat játszik. Tegnap Brassó HSC mérkőzésre került sor, melyet a csíki együttes 5-2-re nyert meg. A román bajnokságban egyébként más mérkőzést nem rendeznek a hétvégén. A progi mérkőzéseire a jegyek ára felnőtteknek 10 lej, diákoknak, nyugdíjasoknak 7 lej. A labdarúgást szerető, a sportág iránt érdeklődő lányok és fiúk számára szervez játékvezetői tanfolyamot a Hargita megyei labdarúgó egyesület. A Csíki és Gyergyói medencéből, illetve Maroshéviz környékéről jelentkező fiatalok számára az előadásokat és a gyakorlati felkészítőket Csíkszeredában tartják. Jelentkezni november 6-áig lehet személyesen a Hargita megyei labdarúgó egyesület csíkszeredai székhelyén a Hősök utca 7 szám alatt, vagy telefonon a 0745-639-319-es számon. A tanfolyam november 9-én délután 5 órakor kezdődik.
Mutatjuk még egyszer röviden, mit láthattak a mai nap szemlében. A Medgyes, Csíszér, Magasbükdülők egy részében, illetve a Tatárszállás dűlőben folytatódik a tulajdonjogok rendezése. A lovaspályán lesz a gyülekezési pont, ezen kívül 6 helyszínen világítják meg a székely határt. Komoly zenei koncerteket kínál idén is bérletrendszerben a művelődési központ. Ezen a hétvégén ismét a kékfehérek ellen lép végre hazai pályán a Gyergyószentmiklósi Progim. Köszönöm, hogy ma is a napszemlét választották, maradjanak velünk, a Hargita magazin következik, viszontlátásra!